Védtük a hazát, építettük az országot. Sztojka László Ferenc. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullám. A csepeli Sztojka László, cigány nevén Ferkó, több rokona lett a roma holokauszt áldozata. Nagymamája, nagynénje, annak férje és unokahúga. Az én édesapám Sztojka László volt, cigány nevén Ferkó, és a börtönben elnevezték, mert 56-os volt, citromnak. Ferkó három elemit végzett, a forradalom kitöréséig segédmunkásként dolgozott. De emellett például tollat is gyűjtött. Szükség volt minden fillérre. Különösen azután, hogy megnősült és kislánya született. A jelentések szerint a délutáni órákban sok ezer főnyi tömeg vonult fel Bem József szobra elé. A forradalom első napjaiban részt vett a csepeli pártház megtámadásában. Majd a szovjet invázió megindulása után csatlakozott a soroksári Strauss Károly ellenálló csoportjához. A Strauss csoportban először nagyon sokan tartoztak, tehát nem csak romák voltak, de a javarésze romákból tevődött össze. Ugyanakkor voltak közte svábok is, és magyar származású tagja is ennek a csoportnak. Sztojka Lászlót tudnám megnevezni, Sztojka Vincét, Sztojka Pétert. A pesterzsébeti szabadságharcosokkal együtt azt tervezték, hogy offenzívát indítanak a határútnál vonuló szovjet csapatok ellen. Miközben Soroksáron fokozzák a rajtaütésszerű támadásokat és megkezdik az utak aláaknázását. A soroksári csoport meg is próbálta felrobbantani a főutat és a vasúti felüljárót, de nem járt sikerrel. A gyönyörű kéthetes fellobbanása a Nemzeti Egységnek, mikor senki se kérdezte a másiktól, hogy kicsoda, micsoda, honnan jött. Börtönben nem egy emberrel voltam együtt. Cigánnyal, jó baráttal. Nem fogom elfelejteni az arcukat, nem fogom elfelejteni az együttélést. A szovjet csapatok távozását követelték Magyarországból. A tömeg egy része szabad választásokat és sajtószabadságot követel. Ki került, köztársaság elnöke akkor még nem volt az, tőle tudtam meg a csúf nevét is, hogy Citrom. Egy kefét nagyon sokáig őrizgetett, egy cipőkefét, ami a szabadság és az életnek a jelképe volt. A népi demokratikus állam elleni bűncselekmény, erőszakos megdöntése és gyilkosság vágya. Rákosi Mátyás bíróság elé állítását kívánták. Annyit mondott nekem, hogy nem volt a gyilkos, ő soha embert nem bántott. 1960. januárjában 10 évre ítélték. Büntetését másodfokon még 4 évvel súlyosbították. 10 év után 1969-ben szabadult. 1990-ben a bíróság megsemmisítette az 1960-as ítéletet, amit ő már nem érhetett meg. 1979-ben hunyt el. Ma van a Nemzetközi Roma Nap.